keresjük ki Jeremiás síralmainak a harmadik fejezetét. Innen fogunk most alapigét olvasni. Jeremiás síralmainak harmadik fejezetéből a 22. verstől a 27. versig keresjük ki. Álljunk fel, és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát Jeremiás síralmai harmadik fejezet 22. versétől a 27-ig olvassuk. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Imádkozzunk. Drága Isten, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy szólhat hozzánk, köszönjük, hogy élő és ható. Arra kérünk, hogy tedd most számunkra ilyen élővé és hatóvá a lelkeden keresztül. Szeretnék, hogy nem csak olvasnánk, nem csak az elménkkel fognánk fel, hanem egészen a szívünkbe tudna ez ma íródni. A te fiad Jézus érdeméért is nevébe kérjük. Amen. Foglaljunk helyet. Micsoda bátorító gondolat, hogy az új év első ige olvasása Jeremiás síralmaiból kezdődik. Hát gondolhatná valaki, hogy hát akkor milyen évnek nézünk elébe, a síralmak könyvéből olvasunk. De mégis ebben a síralmaknak a könyvében nagyon sok bátorító és nagyon sok olyan ige van, amely most nekünk is erre az egész évre egy irányt adhat, egy vonalat adhat nekünk. Úgy kezdít Jeremiás, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el még irgalma. Hát, ez egy nagyon őszinte mondat, és kell, hogy ezt megértsük, hogy azért nincs még végünk, mert szeret az Úr. Nem azért, mert különbek lennénk, vagy jobbak lennénk, vagy ügyesebbek lennénk bárki másnál. Ilyen egyszerű, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk. Isten az Ószövetségben gyakran helyre tette a népét, mikor elmondta nekik, hogy nem azért emeltelek ki titeket, mert különbek lennétek. Nem vagytok ti jobbak a többi népnél, sőt, szeretlek titeket. Ez mindennek az oka. És azt mondja itt Jeremiás, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk. Kicsit, hogyha előrébb olvassuk, akkor itt olvassuk Jeremiásnak a síralmait. Kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem. Elvette békességemet, elfeledtem, mi a jólét. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Gondolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre. Mindig erre gondol, és elcsüged a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. És innen folytatja Jeremiás, hogy szeret az Úr, azért nincs még végén. Hát ezt tapasztalhattuk az előző évben is, hogy sok minden volt benne, sok áldás, sok nehézség, de ez a mondat meghatározó. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Ha az Isten nem szeretne minket, akkor végünk lenne. Akkor nem folytatnánk már ezt az évet. Nem éltük volna meg az új évnek az utolsó estéjét sem. De azt mondja Jeremiás, hogy nem fogyott el az ő irgalma. Minden reggel megújul. Minden egyes reggel megújul az Istennek az irgalma. Nem azért, mert elfogyna, nem azért, mert nem tudna kitartani egyik napról a másikra, hanem minden egyes reggel megfrissül rajtunk az Istennek a kegyelme és az ő irgalma. Érdekes tanulságot láthatunk az Ószövetségben akkor, amikor Isten mannát adott az ő népének, és szigorúan megszabta nekik, hogy mindig mennyi mannát gyűjthettek. Mindig egy napra valót kivéve, hogy a szombatra virradóan. És mi történt akkor, hogyha valaki mégis többet gyűjtött? Megrohadt, megpenészedett. Egy nagyon érdekes dolog van ebben elrejtve számunkra. Isten áldása, a manna, az mindig érkezett az ő népe számára. És Isten megmondta, hogy mindig egy napra valót gyűjtsetek. Nem kell felraktároznod, nem kell előre gyűjtened, minden nap fogom neked adni ezt a mennyei áldást. És voltak, akik ezt nem hitték el, és begyűjtöttek jó sokat,
és hát meg is penészedett, megrothadt. Minden egyes nap jött a friss manna. És valahogy ezt tanulhatjuk most az új évnek a reggelén, hogy Isten kegyelme, Isten áldás és az ő irgalma az minden egyes reggel megújul rajtunk. Ezért fontos azt most látnunk, hogy sok mindent el kell engednünk. El kell engednünk a tavalyi évnek a kudarcait. Azokat el kell engednünk. Ami elmúlt, az elmúlt. Azt mondja Jeremiás síralmai, hogy ne bánkódjon az ember, hogyha vétkezett. Inkább vizsgálja meg útjait, és térjen meg az Úrhoz. Nincs értelme már bánkódni. Hogyha már megbántuk a bűnünket, hogyha megtanultuk a leckét, akkor tovább kell lépnünk. Azt mondja a Korintusban Pál, hogy aki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régi, elmúlt, és íme újjá lett minden. Ezért tavalyi évnek a bukásait és kudarcait, hibáit, azokat el kell engednünk. Hogyha rendeztük az Úrral, akkor azt mondja az Isten igéje, hogy ő azt a háta mögé veti, és többé arról meg nem emlékezik. Többet az Isten azt nem fogja előhozni. Ő nem fogja a szemedre vetni, nem fogja az orrod alá dörgölni. Ő egy olyan Isten, aki komolyan gondolja, hogy ő a te vétkeidet elfeledi, megbocsátja, és eltörli. Ezért nekünk is ezt kell tennünk. A tavalyi évnek minden bukása és kudarca hadd kerüljön ebbe a süllyesztőbe. Viszont a tavalyi évnek minden áldása is már a múlté. Már nem tudunk abból élni, ahogy a manna a következő napra megpenészedett, megromlott, úgyhogy ha valaki a tavalyi évnek az áldásaiból akarna élni, hát az is meg fog rothadni az életünkbe. Mire gondolok? Lehet, hogy volt nagyon jó kapcsolat az elmúlt évben az Úrral, és ott voltál az ő jelenlétébe. És ezek jó emlékek, de most kell, hogy újat adjon az Úr, kell, hogy megfrissítsen. Nem tudunk már az elmúlt évnek az áldásaiból élni. Azt mondja az ige, minden reggel megújul az Isten irgalma rajtunk. Ezért ez egy bátorítás számunkra, hogy elfelejtjük a bukásainkat, a kudarcainkat, az Isten megbocsátja azokat, de a tavalyi évnek a győzelmei és az áldásai is, mint jó emlékek és hála ott van a szívünkbe, de már nem erre kell építenünk. Az Isten újat épít minden egyes reggel. Újra meg kell harcolni a harcokat, és az Isten kegyelme minden reggel ott lesz rajtunk. Úgy folytatja Jeremiás, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz. Hát ezt tapasztalhattuk, és úgy fejeztük be a tavalyi évet, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. Hát ezt el tudtuk mondani egy év végén, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. Mindeddig. És hogy eddig ezt tette, akkor ezután se fog máshogy tenni, ezután is ott lesz az Úr. Ezután is megsegít, és azt mondja az ige, hogy jó az Úr a benne reménykedőkhöz. Itt azt mondta Jeremiás kicsit korábban, hogy már azt gondoltam, nem lehet reménykednem az Úrban. De azt mondja, hogy de jó az Úr a benne reménykedőkhöz. Ez az év még nagyon homályos, még nagyon keveset látunk belőle. Azt se tudjuk, hogy még mi lesz ma délután, nem, hogy még mi lesz a következő hónapban, de talán az év vége fele. Azt se tudjuk, hogy megérjük-e a következő napot, hogy visszajön-e az Úr, hogy magához hív-e minket. Nem tudunk semmit. Egyszerűen csak szépen lassan megy előre, és bontakozik ki az Istennek a terve. De egy dolgot tehetünk, reménykedhetünk az Úrban. Reménykedhetünk abban, hogy az Isten irgalma az nem fogy el. És reménykedhetünk abban, hogy nem lesz végünk, mert még szeret az Úr. És úgy folytatja, jó csendben várni az Úr szabadítására. Hát milyen jó lenne ezt idén megtanulni. Csendben várni az Úr szabadítására. Olyan sokat beszélünk, olyan sokat teszünk, olyan sokszor rohanunk és sietünk, és talán idén ezt megtanulhatnánk. Hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. Nem tudom, mikor volt utoljára olyan az életedben, hogy csak leültél az Isten elé, vagy letérdeltél, és csendben vártál rá. Arra, hogy megszólítson, arra, hogy megszabadítson. Mindig mondjuk a mi dolgainkat az Úrnak, de olyan ritkán vagyunk előtte csendben. Pedig az ige azt mondja, hogy csendesedjen el az egész föld, mert az Úr ott van az ő királyi trónján.
Hát én kívánom, hogy idén tudjunk kicsit elcsendesedni. Tudjunk gyakrabban elcsendesedni. Milyen jó lenne minden reggel egy kicsit elcsendesedni. Azt mondta Luther, hogy amikor egy átlagos napon van, akkor talán egy órát imádkozok reggelente. Amikor nagyon nehéz napon van és nagyon sok dolgom van, akkor 2 vagy 3 órát imádkozok. Mi néha pont fordítva mondjuk, hogy hát ma nagyon, majd nagyon-nagyon sürgős nap, nagyon-nagyon tele van ez a nap. Az Isten megértő, hogy ma nincs annyira időm rá. Az Isten megértő Isten, ugye? Ő kegyelmes. De talán pont fordítva kellene azt mondani, hogy ma egy nagyon nehéz napom lesz. Ezért nem tehetem meg azt, hogy nem az Úrral kezdem. Hogy nem ott vagyok előtte, és akár órák hosszat is. Kora reggel felkelni azért, hogy elcsendesedjek az Úr előtt. És nem biztos, hogy nekem kell beszélnem, lehet, hogy csak csendben ott lenni az Úr előtt. És megnyugodni benne, az ő jelenlétébe. Azt mondja Jeremiás, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. Nem tudom, van-e valakinél Károli fordítású Biblia, felolvasnál nekünk, hogy hogy van ott megírva. Egy kicsit máshogy szól ez a mondat, de olyan sokat mondóan. Ezt a 26-os verset. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadítására. Köszönöm szépen. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Benne van ebben a mondatban az a szó, hogy megadás. Amikor az ember megadja magát, a fehér zászlót kiteszi a várára, és azt mondja, hogy megadom. Megadom magam. Túlerővel vagyok szembe, nem tudok már mit tenni, megadom magam. És hát nem szoktuk ezt használni annyira Istennel való kapcsolatunkra, de mégis itt azt mondja Jeremiás, hogy jó, hogyha az ember kirakja ezt a fehér zászlót, és azt mondja, hogy én megadom magam az Istennek. Megadom a terveimet, az elképzeléseimet, az álmaimat, megadom magam az Istennek. És most itt az évnek az elején olyan sok minden van bennünk, tervek, álmok, talán új célok, és azt mondani, hogy megadom magam az Istennek, hogy legyen meg az ő akarata. Ami az én részem, azt megteszem, de legyen meg az Istennek az akarata. És megadom magam neki, és csendben várom, ahogy ő munkálkodni fog. És majd úgy fejezi Jeremiás be ezt a igerészt, jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Azért a hölgyek sincsenek kivétel, ez alól tudjuk gyakran, hogy amikor az ige férfiról beszél, akkor az egész emberiségre is gondol. Jó, hogyha az ember terhet hordoz. Jó, ez fizikailag is, hogy megerősödik egy fiatal, de gyakran lelkileg is. Isten megenged nekünk terheket, azért, hogy megerősödjünk. Megenged nekünk néha nehéz helyzeteket, de pont azért, mert sehol máshol nem lehet megerősödni. Gondoljunk bele, hogy ha egy fiatal most meg akar erősödni, akkor mit fog tenni? Hát elkezd mondjuk fekvőtámaszozni, vagy súlyokat emelni. És miről szól ez? Fog egy nehéz súlyt, és megemeli egyszer, leengedi. Megemeli még egyszer, és leengedi. És ezt ismétli nagyon sokszor. Úgy tűnik, hogy semmi értelme, hogy az a súly az nem tűnik el, nem lesz könnyebb. De mégis van valami értelme, mert megerősödik közben az ő izma. És a mi életünkben is lehet, hogy vannak terhek, amelyeket egyszer az Úr elé viszünk, és visszajön. Még egyszer oda teszünk az Úr elé, és megint visszajön. Megint az Úr elé hozzuk, és megint visszajön. Pál apostol is vitte az Úr elé az ő panaszát, egyszer, kétszer, háromszor. És ha még mindig ott van az életünkben, akkor azt kell látnunk, hogy valamit az Isten még ezzel tenni akar. Hogyha beleenged minket nehéz helyzetbe ebben az évbe, akkor nézzük meg, hogy miért engedi meg. Nézzük meg, hogy mibe akar minket nevelni, mibe akar minket erősíteni. De amikor kértem az Istentől, hogy szeretnék türelmesebb lenni, hát aznap, amikor ezt kértem, olyan sokat kellett várnom és várakoznom dugóban, különböző emberekre, hogy mondtam az Istennek, hogy hát Uram, pont ma kértelek, hogy taníts engem türelemre, és hát ennyi türelmetlenség, mint a mai nap, hát ritkán ért engem. És hát este volt már, amikor megértettem, hogy hát talán pont az ilyen helyzetben tud az Isten tanítani. Türelemre, a türelmetlenségbe. Talán úgy tud szeretetre nevelni, hogyha nehéz szeretni valakit. Hát ezek azok a dolgok, amelyekről azt mondja az ige, hogy jó az embernek, a férfinak, hogy a terhet visel.
és mindegyikünknek megvan a maga terhe, a magunk keresztje, amit felvettünk, mikor Jézus követjük, és ezeket hordoznunk kell. De az Istennek a terhe, az gyönyörűséges. Az Istennek az igája, az könnyű. És ezt így érezzük. És amikor itt vagyunk egy évnek az elején, akkor hát ilyenkor nagyon divatos fogadalmakat tenni, újévi fogadalmakat. Láttam most egy képet, nagyon találó, egy konditerem, egy fitness központ volt rajta, január 1-én zsúfolásig telve. Január 2-án üres az egész. Az emberek elhatározzák, hogy na, idén máshogy lesz. Idén majd így, meg úgy, meg amúgy lesz minden. Hát ezek az emberi elhatározások néha nagyon rövid ideig tartanak. Azt mondják, akik ezt kutatják, hogy a legtöbb újévi fogadalom, legalábbis a 80%-a 2 hét alatt teljesen megszűnik. Az emberek úgy nagy hével eldöntik, hogy na, idén majd máshogy lesz. És hát érezzük, hogy az emberi akarat az meddig tart. Meddig tart a mi saját szándékunk. De amikor vannak nekünk céljaink, amikor vannak Istentől való céljaink, és csak hadd jegyezzem meg, hogy a Biblia szerint ez nem úgy működik, hogy nekünk vannak jó ötleteink, és az Istent oda hajlítjuk, hogy Uram, kérlek, hogy áld meg ezt a tervedet, és áld meg ezt az én ötletemet, hanem ez úgy működik igazán, hogy az Istennek van egy terve, és ha mi abba belépünk, akkor az áldott, mert az az Istené. Nem Istent kell meghívni a mi kis terveinkbe és céljainkba, hanem ő hív meg minket az ő tervébe. Amelyikért már nem kell már imádkozni, az már áldott, mert az az Isten terve, az az Isten célja, az az Istennek a szándéka. És ugyancsak Jeremiástól hadd olvassak, nagyon jól ismert ige, a Jeremiás 29-ben találjuk megírva, 11. vers. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok engem, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és a teljes szívvel folyamodtok hozzám. Hát olyan sok minden benne van ebben az igében, és lehet ez nekünk most egy vezérfonal erre az évre nézve. Először is azt olvassuk, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Istennek van egy terve a te életedre nézve, erre az évre is. Azt olvassuk a 139. Zsoltárban, hogy még meg se születtünk, az Isten már tudta jól a napjainkat, látott minket, amikor titkon formálódtunk, csontjainkat, napjainkat, pedig még egy sem volt meg közül. Ő már jó előre látott téged, ő már gondolt rád a teremtéskor, és ott vagy az ő tervében. És azt mondja, hogy csak én tudom, mi a tervem veletek. Békességet és nem romlást tervezek. Hát az Istennek van egy jó terve erre az évre. Van egy nagyon jó terve, amiben beleléphetünk. Mondhatjuk azt, hogy én megadom magam az Isten tervének. Kiteszem a fehér zászlót a saját céljaimra, és azt mondom, hogy legyen meg az Istennek az akarata ebben az évben. Mert ennél jobb nem történhet velem, mint hogy az Isten akaratába legyek. És ezt az igét nagyon sokszor szoktuk idézni, de nagyon gyakran abba hagyjuk ott, hogy reményteljes jövőt adok nektek. Ám de folytatódik ez az ige, és még csak itt jön a java, amikor azt mondja, ha segítségül hívtok engem, és ha álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és ha teljes szívvel folyamodtok hozzám. Hát így kerek a történet, hogyha tovább olvasuk ezt az igét, akkor azt mondja az Úr, hogyha kerestek engem, hogyha nem csak úgy néha napján, hanem ha álhatatosan, ha teljes szívvel kerestek engem, akkor megtaláltok. Beszéltünk nemrég arról, hogy Isten egy rejtőzködő Isten, aki néha elrejti magát azért, hogy megtalálhassuk, azért, hogy keressük. És most is azt mondja, hogy ebben az évben van egy jó tervem neked. Van egy jó tervem a gyülekezetnek. És megtaláltok engem, hogyha kerestek. Megtaláltok engem. Talán azért kell keresnünk, hogy tudjuk értékelni. Amit az ölünkbe dobnak, azt úgy könnyen nem is értékeljük. Akik megnyerik a lottón a főnyereményt, egy érdekes statisztika, hogy 3 évvel később a legnagyobb százalék ezeknek a nyerteseknek
rosszabb anyagi állapotban lesz, mint mielőtt megnyerte a lottót. Hiába nyert meg sok-sok 100 millió forintot, 3 év múlva szegényebb lesz, mint előtte. Mert az ölébe hullott, nem tudja kezelni. Nem tudja, mit tegyen vele. Hirtelen nagyon sok barát és nagyon sok rokon lett, és hát nem tudja, hogy most mit tegyen vele. És adósságokba, hitelekbe megy bele, mert nem tudja értékelni. Az viszont, aki évtizedeket dolgozott az ő kis vagyonáért, hát azt tudja értékelni és tudja kezelni, mert ott van benne minden egyes ízadság cseppnek az értéke. És amikor azt mondja az ige, hogy ha kerestek engem, megtaláltok, akkor ebben az évben az Isten nem azért mondja ezt, hogy elrejtse magát, hogy ne találjuk meg, hanem hogy keressük, hogy tudjuk értékelni azt, amikor megtaláljuk. És azt mondja, hogy megtaláltok engem, ha kerestek, és a teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtlek benneteket minden nép közül, és minden helyről, ahová szétszórtalak. Visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Hát ez az ígéret, ez kimondottan ugye Izrael népének az ígérete, de azt mondja az Úr, hogy ha kerestek engem, én jóra fordítom sorsotokat. Hát szeretném, hogyha tudnánk most ezt tenni, tudnánk annyira jól indítani ezt az évet, amennyire csak lehet, méghozzá imádságban. Nem tudjuk jobban indítani az évet, mint hogyha imádkozunk. És jó, hogy ma reggel eljöttünk, látok fiatalokat, akik talán nem is aludtak, hogyha jól tudom, egyből idejöttek, jól tettétek, hogy tudjuk így kezdeni ezt az évet. Hogy elmondjuk, hogy nincs a kezembe az irányítás. Nem tudom, hogy mi jön. Homályos ez az év. Épp ezért jövök az Istenhez. Jövök elé, szeretném jól indítani. Szeretném vele indítani ezt az évet. És egyetlen dologra hadd figyelmeztessem a testvéreket. Van egy dolog, amiért nem kell imádkoznunk. Ez pedig az, hogy az Úr velünk legyen. Ezért nem kell imádkozni. Azért nem kell imádkozni, mert megígérte. Hogyha én megígérek valamit a fiamnak, megígérem neki, hogy mondjuk elkísérem valahova, és ő minden egyes nap újra és újra könyörögve jön hozzám, hogy édesapám, kérlek, kísérj el engem majd oda. És én mindig mondom neki, hogy drága gyermekem, megígértem, hogy elkísérlek. Bíz bennem, ott leszek. Akkor tudom azt, hogy amit én megígérek, azt nagyon fontos, hogy betartjam. Pedig én csak egy ember vagyok. De Isten, aki megtartja az ő szavát, és számtalanszor megígérte, hogy nem hagylak el. Megígérte, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez egy olyan ígéret, amiben belekapackodhatunk, hogy az Isten jelenléte az nem hagy el engem ebben az évben sem. Minden egyes reggel, minden egyes nap az Isten velem van. És ezért inkább már csak hálát adhatunk, hogy Uram, köszönöm, hogy nem hagysz engem magamra ebben az évben. Bármi fog jönni, bármilyen öröm, bármilyen nehézség, akár jó, akár rossz, te velem vagy. Kicsit olyan ez, mint amikor visszaemlékezünk még, vagy aki előtt áll, az előre tekint a menyegzői fogadalomtételünkre. Amikor azt mondtuk, hogy jóban, rosszban, örömben, bánatban, egészségben, betegségben, bármit is hoz az élet, én ehhez a nőhöz hűséges leszek, és vele leszek. Hozzá hű leszek, vele megelégszek. Kicsit ilyen fogadalom tétel, amit hozhatunk január 1-én, mikor azt mondjuk, hogy bármit hoz ez az év, bármilyennek lesznek a napok. Jóban, rosszban, örömben, bánatban, egészségben, betegségben, sikerekben, kudarcokban, áldásokban, én az Isten mellett kitartok. Akármit hoz ez az év, én vele leszek, és vele maradok, mert ő velem van. És tanuljuk meg Jobtól azt, amit a legnagyobb próbái között mondott, hogy az Úr adta, az Úr vette, és hogy folytatja? Áldott legyen az ő neve. És úgy mondja az ige, hogy Jób még ekkor sem tagadta meg az Isten, még ilyen nagy bánatába se. Hát döntsük már el jó előre, hogy bármit hoz ez az év. Lehet ez egy mottónk, az Úr adta, a jó dolgok történnek. És ha valamit elveszítünk a nehézségért, az Úr elvette, de áldott legyen az ő neve. Hát kívánom, hogy így tudjunk az évre tekinteni, és míg az énekkar szolgál, addig kívánom, hogy tudjunk kicsit elcsendesedni,
és tudjunk ráhangolódni majd az ima áhítatra, amikor imádságba jöttünk az Isten elé.